Sziasztok! Hoztam nektek a heti üzenetet a február 5-től 11-ig tartó időszakra. A kosoknak az érmék királyát húztam, a kardok királyát és az ördögöt. Az érmék királya egy felelősségteljes ember, aki kitartó, következetes, tud tervezni, meg tudja teremteni magának az anyagi, érzelmi biztonságot. Az is lehet, hogy ebben az időszakban munka anyagi területen jön hozzád valamilyen jó lehetőség, hiszen két királyt is kaptunk, ami emberek segítségét, befolyásos emberek segítségét jelentheti. Az is lehet, hogy az aktivitásodnak, tetterődnek köszönhetően valami jó lehetőség jön hozzád. Ebben az időszakban lendületben leszel, tiszta energiákkal, egyfajta függetlenedést mutatnak a lapok. Anyagi téren valamit meg tudsz teremteni, bestabilizálni. A kártya arra hívja fel a figyelmet, hogy itt a kommunikációban, a gondolatok terén nagyon fontos az energiák tisztasága. Az ördög tarólapja itt egy figyelmeztetés jelenthet, arra hívja fel a figyelmet, hogy mértéket kell tartani valamiben. A függőség állna fenn az élet bármilyen területén, akár munkában, esetleg munkamánia, párkapcsolati területen, most ez megoldásra kerülhet. Itt figyelni kell a szenvedélybetegségekre, bármilyen függőségre, toxikus kapcsolatokra, fennállhat egyfajta féltékenység, birtoklási vágy, vagy az érzelmek területén valamilyen megkötöttség. A párkapcsolat szerelem területén titkos kapcsolatot is mutathat a kártya, hármas kapcsolatot, de a kártya arra is felhívja a figyelmet, hogy az energetikai rendszerünk tisztítására fordítsunk figyelmet, hiszen az ördög tarólapja a negatív energiák jelenlétét, bármilyen mágiát is magába foglal. Az üzlet területén, a munka területén jó lehetőségek jöhetnek, vigyázni kell, hogy tartsunk pihenőt, ne csapjunk át munkamániába. Egészség területén a magas vérnyomás és a szenvedélybetegség, ami fókuszban áll. A bikáknak a kelyhek 6-os kaptuk, a szeretőket és a botok 3-ast. 2 6-os is megjelent, a szeretők nagy arkánum, ezért arra hívja fel a figyelmet, hogy a párkapcsolatok, az emberi kapcsolatok tekintetében jöhetnek megoldások. A kelyhek tarólapon látjuk, hogy azok a gyermekek önfeledten játszanak, egyfajta múltba tekintést jelez ez a kártya, az is lehet, hogy találkozol egy régi ismerőssel, akár egy ex, visszajöhet, valamire most megoldás születik. Nosztalgikus hangulatban lehetsz, érzelmek területén, hiszen a kelyhek, a víz energia az érzelmeinket mutatja, a szeretők nagy arkánum ezt megerősíti, hiszen látjuk, hogy ott is megjelenik a vízenergia, csodálatos vízesés látható a képen, a két ember az energiát összeadja. Az is lehet, hogy ami rég csúszik neked, vagy akár hármas kapcsolatban vagy, most valamit magad mögött tudsz hagyni, és megoldások születnek, hiszen a botok 3-as kártyáján látjuk, hogy az a hölgy elindul. A középső tarólap a nagy szerelmet mutatja. Ha párkapcsolatban vagy, akkor nincsenek problémák, akár egy szerződést is jelenthet munka területén, egy olyan munkát, ahol családias a hangulat, jók az energiák. Itt az energiák összeadódnak, valami megteremtődik. Munka, párkapcsolat, közös a cél, ott van a hűség, az őszintesség, akár a régi szerelem feléledése, vagy egy új szerelem, ami jöhet neked, hiszen ebben a lapban egy döntés is benne van, hogyha 3-as kapcsolat, ami fennáll, fontos döntéseket kell ezzel kapcsolatban hozni. Munkában is több választási lehetőséget mutathat ez a tarólap. Egészség szempontjából a szívre, a keringésre kell figyelni, az érzelmi életünket kell rendbe tenni. Egyfajta gyors döntést látunk, válaszutat, valamire most megoldás születik. A botok 3-as egy tüzes lap, gyors lap, hamari megvalósulást ígér. Látjuk, hogy az a hölgy elindul, megvan az önbizalma, önálló, optimista, valamit maga mögött hagy, valamit megold, akár munka, üzleti, illetve párkapcsolat területén is. Az is lehet, hogy egy blokkot leteszel, és az érzelmeid megújulnak. Az ikreknek a kelyhek 3-as kaptuk, az érmék királynőjét és az érmék 6-os tarólapokat.
Gyönyörű energiák, egyensúly van a képen, egyfajta nyitottság, hiszen a kelyhek hármas lapon azok az emberek valamit ünnepelnek, társaságba mennek, boldogság, megfelelő energiák, öröm látható. Az is lehet, hogy egy új szerelem, egy új kihívás, esküvő, keresztelő, vagy egyszerűen csak jó társaságban leszel, akár a munkahelyen, akár a párkapcsolatban is. Jó eredményeket mutat ez a kártya, az érmék királynője, aki te magad is lehetsz, megteremtetted magadnak, amit szeretnél, kívül belül egyensúly van, az is lehet, hogy egy jó munka, ami feléd tart, a munkát szeretnél, biztos, hogy jön egy segítő kéz, hiszen látjuk az érmék hatos lapon, az energiák ki vannak egyenlítve. Akár egy támogatás, egy jó lehetőség, vagy az is lehet, hogy kisebb ajándékok, pozitív energiák, ami jön neked. Az emberi kapcsolódásokban itt nincs probléma. Nagyszerű időszak, akár a szerelemben, akár az anyagi területen, hiszen egy biztos munkát látunk a jövőben, több pénzt, jutalmat, prémiumot, magasabb pozíciót, egyfajta támogatást jelent ez a lap. A kártyáim azt üzenik neked, megéri az erőfeszítés bármilyen terved, hogyha anyagi és munka területén szeretnél változást, jönnek a jó lehetőségek. A rákoknak a botok ászát húztam, a botok apródját és a botok ötöst. A botok csupa, tüzes lap, pozitivitást ígér, a dolgok hamari megvalósulását. Valami most elindul, hiszen az ász maga az elindulás. Egy kedvező lehetőség, akár anyagi, akár érzelmi téren. Nyugodtan vállalhatsz kockázatot, most minden hamari megvalósulást ígér az életedben. A botok apródja egy segítséget is jelent, egy fiatal szemét, akár családban, barátok közt, aki jó lehetőségeket hoz neked. Egy új izgalmas időszak, találkozások. Most kibontakoztathatod a vállalkozó szellemedet, megvan az energiád mindenhez. Egyfajta lendületet, motivációt látunk a kártyákban. Az is lehet, hogy a szerelemben valami új kihívás elé nézel. A botok ötös, egyfajta erőpróbát vagy konkurenciát is jelenthet, de látjuk, hogy a botok ki vannak virágozva, ott van a győzelem. Az is lehet, hogy fizikai síkon egy edzés, vagy egy fogyókúra, kreatív összecsapás, ami most neked fókuszban lesz. Egy izgalmas időszak, ahol minden támogatva van, bármit meg tudsz valósítani. Az oroszlánoknak a botok lovagját húztam, a botok kettest és a kardok apródját. Tüzes időszakban leszel, lendületben, hiszen a botok apródján is látjuk, hogy az a férfi mozgásban van, valamit elindít. Tele leszel szenvedéllyel, vállalkozó szellemmel. A kártya arra hívja fel a figyelmet, hogy most nem szabad türelmetlennek lenni, de beérnek az eredmények. A munkahelyi légkör is pozitív, ha esetleg munkát keresel, a botok kettes arra hívja fel a figyelmet, hogy lesz választási lehetőség, döntés, légy határozott, hiszen lesznek kézzelfogható eredmények. Egyfajta kétséget is jelenthet a kártya, amikor két munka, két szerelem vagy két lehetőség közül lehet választani. A kardok apródja arra hívja fel a figyelmet, hogy hallgass az eszedre, tisztíts ki a gondolataidat, hiszen lehet segítség, az is lehet, hogy egy levegősegyű ember, aki segít a döntésben. Az is lehet, hogy valamilyen kritikát vagy támadást kapsz, vagy úgy véled, hogy valami miatt fenyegetve vagy. A kártyám azt üzeni neked, hogy nem szabad bosszút állni, vitát gerjeszteni. Fordíts hátat a negatív energiáknak, védd meg magad az eszeddel, a harmonikus kommunikációddal. A szüzeknek a főpapnőt húztam, a botok tízest és a kelyhek lovagját. Az első tarólapon látjuk, hogy az a hölgy nyugalomban van, intuitív, valamit teremt. A kártyám arra hívja fel a figyelmet, hogy ebben az időszakban hallgassa belső megérzéseidre, hiszen egyfajta intuitív felismerések jöhetnek neked. Egyfajta vezetettség, használd a medialitásodat, használd a női energiádat. Az is lehet, hogy a spiritualitásodban valami növekszik, akár ha ilyen munkát végzel, valamilyen terapeuta vagy gyógyítás, emberekkel való foglalkozás, itt pozitív impulzusok, felismerések jöhetnek neked, itt egyensúly van,
A kártya arra hívja fel a figyelmet, hogy nem érdemes türelmetlennek lennünk, csendben kell maradnunk és kivárni a jövővel kapcsolatban, amit teremtettünk, amit szeretnénk, hiszen a főpapnő egyfajta titkot is sejtett, olyan dolgot, amit még nem látunk, ami hamarosan kiderül. Ez lehet egy szerelmi háromszög is egyébként, hiszen látjuk, hogy a középső tarólapon a botok tízes egy ciklus végét jelenti, és mivel kelyheklapokat is kaptunk, az is lehet, hogy szerelmi téren valami egyensúly, elengedés, vagy bármi, ami az érzelmi állapotod pozitivitásához kapcsolódik, ezen a héten megoldások lesznek. Az üzletben is vigyázni kell, hiszen lehet, hogy valami előtted még titokban van, akár pletyka, vagy valami olyan tisztázatlan dolog, amit még nem látsz. Hallgass az intuíciódra, a belső hangodra, és légy türelmes. Egészség szempontjából a nőgyógyászati, illetve a gyomor területe, ami fókuszban lehet. A botok tízes azt üzeni neked, ha úgy érzed, hogy sok a teher, akkor pihenj egy kicsit, hiszen hamarosan új lehetőségek jöhetnek hozzád. A munkahelyen, családban nagy a felelősség, tedd le azokat a botokat, tollakat a válladról, és pihenj egy kicsit. A kelyhek lovagja egy pozitív légkört jelent, ajándékokat, örömöt, jókedvet, szeretetteljes hangulatban leszel, az is lehet, hogy a szerelemben megoldások lesznek, lezárások, vagy újrakezdések, akár hármas kapcsolatban is, de itt pozitivitást, harmóniát mutatnak alapok, akár a munkahelyen, akár az érzelmi területen. Most valamit le tudsz tenni, ami téged már nem épít. A mérlegeknek az érmék 9-es kaptuk, a szerencsekereket és a kelyhek 7-est. Anyagi területen, munka területé lehet pozitív változás, hiszen látjuk, hogy az érmék 9-es lapon világosak a színek, ez egy szerencsekártya, anyagi nyereséget is mutathat, hirtelen szerencsét, jó lehetőségeket, ha munkát szeretnél, a szerencsekerékkel ez meg is lesz. Örömteli folyamatok, amik elindulhatnak neked, ami érzelmi stabilitáshoz vezet. A szerencsekerék akár egy karma letételét is jelentheti, valami most megoldódik, egy karmát leteszel, szerencsés véletlenek sorozata, váratlan fordulatok, hiszen a tízes szám a teremtés befejezését jelenti, valamilyen beteljesedést. Hiszen látjuk a kört, mint a világ mindenséget, a biztonságot, a védettséget, egyfajta karmikusság is benne van ebben a labban, az is lehet, hogy a szerelem területén, ha valamire vágysz, valami új impulzusra, akkor jön a kapcsolat, egy karmikus kapcsolat, vége egy bonyodalmas időszaknak, most aladhatsz. Az üzletben is szerencsés fordulatok, jó lehetőségek, egészség tekintetében is jók az energiák. A kelyhek 7-es lap arra figyelmeztet, hogy bármit is szeretnél, anyagi vagy érzelmi területen, lesz választás, hiszen látjuk, hogy az a hölgy is több lehetőség közül választhat. A kártyám arra hívja fel a figyelmet, hogy légy éber, hallgass az intuíciódra, hiszen vannak kevésbé jó lehetőségek, és vannak jó lehetőségek is. A kelyhekben a rózsaszín szemüveget le kell venni, tisztán látni, azt a lehetőséget kell elfogadni az élet bármilyen területén, amit igaznak érzel. Hallgass a szívedre! A skorpióknak az érmék 2-est kaptuk, a holdat és a csillagot. Két nagy arkánum is megjelent, jelentős időszak lehet, valami most kiderül számodra. Az érmék 2-es tarólapon látjuk, hogy az a hölgy egyensúlyoz, az is lehet, hogy két munka közül választhatsz, két partner, két szerelem között. A 2-es mindig egy döntést foglal magába, egy választási lehetőséget anyagi területen, akár plusz munka, fizetésemelés, pozitivitást mutat alap. A kártya arra figyelmeztet, hogy légy rugalmasabb, használd ki a lehetőségeket. A hold kártyája egyfajta homályt is jelenthet, hiszen valami még nem tiszta. Az is lehet, hogy két munkát ajánlanak neked, de időben mindenki fog derülni. A hold kártyája azt üzeni neked, hogy nézz körül, hiszen hamis ajánlatok, barátok lehetnek körülötted, vagy ha a szerelemben van olyan, ami bonyolult, és még nem látsz tisztán benne, esetleg titkos viszony, arra is jöhet megoldás, de most türelmesnek kell lenni, hiszen nem az azonnali megoldások ideje, szép lassan minden kialakul.
egészség szempontjából az érzelmi életet kell rendbe tenni. Hogyha munkát szeretnél, nem kell beleugrani, hiszen akár hamisság is lehet a dologban, hallgass az intuíciódra, válaszd a jó megoldásokat. Egészség tekintetében a has területe is fókuszban lehet. A csillaglapja, ez egy pozitív kártya, új reményeket mutat, amikor beérnek az eredmények. Hosszú távú kártya, azt üzeni neked, bármit is elindítasz, és nem látod tisztán, akkor is egy örömteli jövő, amit megteremthetsz magadnak. A kártya azt üzeni, hogy bele kell tenni az energiát, hiszen tenni kell a dolgokért, csak akkor valósulnak. Spirituális kártya intuitív ötleteket is hozhat, a spiritualitás emelkedését, hosszú távon pozitív energiákat, akár a szerelemben, az is lehet, hogy több ember közül választhatsz, de a tartósság ott van, a közös célok, kedvező kilátások, akár az üzletben és a pénzterületén, és az egészségben is ott van a gyógyulás. Annyira soknak a botok királynőjét kaptuk, a főpapot és az érmék apródját. A botok királynője megfelelő tüzet, lendületet, energiát ad erre a hétre neked, hiszen egy erős akaratú hölgyet látunk, aki mindent meg tud valósítani. Akár te is lehetsz, aki egy főnöki pozíciót tölt be, vagy valamilyen vezetői szerepet, akár a családban is, mint családanya, családfő. Vállalkozásban is stabilitás mutat, a munkában is egyfajta szakmai önállóságot. A főpap kártyája egy olyan embert mutat, aki spirituális tekintéllyel bír, akár tanít, ha ilyen munkát végzel, vagy szeretnél, maximálisan támogatva van ezen a területen minden. A szerelemben is komoly kapcsolatot jelent, akár házasság, keresztelő, a családban is pozitív dolgok. Üzletben is segítséget jelent, jó szakmai előremenetelt, egy vezető egyéniséget látunk, és az érmék apródja a jó lehetőségeket hozhatja neked anyagi téren. A főpap egy türelmes ember, megfelelő spiritualitással, akár egy jó tanácsot kaphatsz, vagy te adsz valakinek jó tanácsot, pozitív emberekkel leszel körülvéve, megvan az önbizalom és a kedvező impulzusok. Hallgass a belső megérzésedre. Az is lehet, hogy ilyen iskolába iratkozol be, képzeld magad, hiszen egy konkrét javaslatot látunk, látjuk, hogy az utolsó tarólapon az a hölgy egy érmét tart a kezében. Ez egy vonzó ajánlat lehet, egy segítség, egy jó lehetőség, amit ki kell használnod. Meg kell fontolni, ha jön hozzád valamilyen jó lehetőség, hiszen egy konkrét, kézzel fogható dolog, akár anyagi gyarapodást is hozhat magával. A bakkoknak a kelyhek 2-est húztam, az érmék 4-est és a kelyhek 5-öst. A számokban fejlődés van, akár érzelmi, akár anyagi területen változások lehetnek. A kelyhek 2-es arra hívja fel a figyelmet, hogy légy őszinte érzelmi téren magadhoz és a másikhoz is. Egy harmonikus kapcsolódást látunk, két ember összeadja az energiáját, valamit megteremt. Ez akár egy házasság, egy tartós kapcsolat, de akár egy választási lehetőség is lehet, ha két ember közül kell választanod, hiszen a 2-es szám egy döntést is hozhat magával, választási lehetőséget. Az érmék 4-es arra hívja fel a figyelmet, ha anyagi téren szeretnél változtatni, az is meg lesz. Ki kell várni a megfelelő pillanatot, hiszen látjuk, hogy a kelyhek 5-ös lapon is az a férfi valamit maga mögött hagy. Az is lehet, hogy most nehéznek érzed a helyzetet, az érmék 4-es akár anyagi vesztességet, kiadást is feltételezhet, de azt is, hogy szépen össze tudod gyűjteni a pénzedet, és valamit meg tudsz valósítani. Az érmék 4-es aggodalmakra adhat okot, azt üzeni neked ez a kártya, hogy ne légy túl merev, költs magadra is, hiszen a pénz energiájának forogni kell. Légy rugalmasabb. Kelyhek 5-ös egy elengedést mutathat, ami lehet, hogy fájdalmas, akár egy gyász állapotot, valamilyen bizonytalanságot, csalódást, de most a félelmeket és az aggodalmakat leteheted, és elindulhatsz egy kedvező fejlődési folyamatban, az érzelmeidet tedd rendbe, zárd le, amit le kell zárni, hogy egy új pozitív időszakba léphess.
a vízöntőknek az igazságosságot húztam, a kardok 8-ast és a botok 7-est. Az első tarólap kiegyensúlyozottságot mutat, akár az üzletben, akár az érzelmek a szerelem terén is ott van az egyensúly, az is lehet, hogy egy karmikus kapcsolat, egy lélektársi kapcsolat, amiben vagy, illetve a párt keresel, akkor nem kell félni az akadályoktól, meg lesz az eredmény. Egészség tekintetében a gyomor tájékra, a napfonat csakrára kell vigyázni, illetve a cukorbetegség is bejöhet még. Sokatoknál hivatalos ügy tekintetében is valamilyen stagnálás mutat, hiszen a kardok 8-ason is látjuk, hogy az a hölgy, mintha meg lenne akadva, viszont tehet magáért. A kardok a gondolatok lapja, vedd le a szemellenződet, tisztíts ki a gondolataidat, és lehetnek megoldások. A botok 7-es lap is. Tüzes lap, a volt megakadás, hivatalos ügy, munka, jogi ügy tekintetében azt mutatja a kártya, hogy legyen meg a hited, ki tudsz védeni mindent, és ott van a győzelem, ne vedd fel magadra a negatív energiákat, maradj abba a védelmi körben, mint a hölgy, aki a helyzet magaslatán van, tudja, mit akar, és meg is tudja valósítani. A halaknak az érmék lovagját kaptuk, a kelyhek apródját és a kelyhek 8-ast. Az érzelmi terület hangsúlyos, anyagi területen nem látunk megakadást, hiszen az érmék lovagja is az első tarólapon élvezi az életet, stabil anyagiakat teremtett magának, akár egy plusz munkával. Itt az anyagi terület megfelelően áramlik. Érzelmi területtel lehetnek pozitív impulzusok, akár a családban is, hiszen a kelyhek apródja családi vonatkozásban is egyensúlyt mutat. Az is lehet, hogy a munkahelyen, családban, az emberekkel való kapcsolatban most mindenki egyensúlyozódik, ajándékokat kaphatsz, kellemes gesztusok jöhetnek hozzád, érzelmi egyensúlyt látunk. A kártya arra hívja fel a figyelmet, ha valami megrekedt az életedben, emberek területén, most könnyedén le tudod tenni, hiszen a kelyhek 8-as tarólapon is látjuk, a hölgy vidáman a szivárvány felé indul a sétapálcájával, nem is néz hátra. Ha olyan emberek, helyzetek lennének, amik téged nem építenek, vagy lehúzzák az energiádat, energiavámpírok, vagy a munkahelyen, családban olyan kapcsolódások, amiken változtatni szeretnél, a kártyáim azt üzenik neked, tedd magad mögé, engedd el, zárd le, és az érzelmeid felszabadulnak.